kereszténység és tulajdonképpen az egész világ arra tanít, hogy mindenki egyenlő, mindenki egyforma, mindenkit egyformán szeretnünk kell, mindenki a testvérünk, mindenki a szomszédunk. És természetesen van ebben igazság, hiszen miért is ne közeledhetnénk mindenkihez pozitívan, és miért is ne szerethetnénk mindenkit. A kérdés sokkal inkább az, hogy vajon valóban mindenki a testvérünk-e? És vajon foggal körömmel kellene küzdenünk valóban mindenkiért, hogy meggyőzzük az igazságról, hogy az útra vezessük, hogy az úton tartsuk, és elvezessük őt oda, ahova mi magunk is el szeretnénk jutni. Mindezekre a kérdésekre fogjuk megkeresni a válaszokat az írásokból, és ki fogjuk deríteni, hogy mi az Atya tanácsa ezzel kapcsolatban, mi az, amit ő szeretett volna, hogyha mi megértünk ebből, és hogyan élünk együtt az embertársainkkal. Ez pedig Saul Filippeiekhez írt levelének 3. fejezete, és onnan is a 13-as versen fogjuk kezdeni, melyben így szól. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, ugye itt a tökéletességről beszél, de egyet cselekszem azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, melyek előttem vannak, nekik dőlve. Célegyenest igyekszem Elohimnek, a másiak Jehusában, onnét felülről való elhívása jutalmára. Ez a legnagyszerűbb tanács, amit bárkinek is adhatnánk. Elfelejteni azt, ami történt, haladni előre, és csak arra fókuszálni, ami igazán fontos, az pedig az, hogy járni az utat, és megpróbálni eljutni oda, ahova mindannyian szeretnénk. Nem érdemes foglalkozni azokkal a dolgokkal, vagy azokkal az emberekkel, akiket magunk mögött hagytunk, hanem azzal foglalkozni, amire az összes energiánkat összpontosítani kell, hiszen egy óriási feladat, az pedig járni ezt az utat nap mint nap helyesen. Következő mondatban pedig ad egy újabb jó tanácsot, valakik annak okáért tökéletesek, ilyen értelemben legyünk, azaz így gondolkodjunk. Értelem, ugye, proneo, gondolkodás, vagy gondol, vágyni valamire, érezni valamit, érdeklődni valami felé, vagy valami, ami leköti a figyelmünket. Ez az, amiről itt beszél. Egyébként ez a benső, vagy rekeszizom szó frénből ered, elme, gondolkodásmód, akarat, cél, vagy irányultság. Szóval ez az, amire gondol itt, hogy értelem. Ez az, amin az embernek a gondolatai koncentrálódni kellene. És ha valamiben másképp értetek, azaz, ha valamit nem így gondoltok még, Elohim azt is ki fogja jelenteni nektek. Azaz idővel meg fogjátok érteni, hogy mi az, amiről beszél Saul. Felejtsd el, ami történt, koncentrálj arra, ami előtted van, hogy eljuss oda, ahova tartasz. Ha valamit nem értesz, és nem így érted, attól függetlenül csináld, majd Elohim meg fogja azt neked mutatni idővel. Ez az, amit nekünk tanácsol, és ez az, amit nekünk is kellene tanácsolni másoknak. Ez az egész videó erről fog szólni, hogyan közelítsünk meg másokat, és mennyi energiát fektessünk ebbe bele. 16-osban tovább folytatja, és azt mondja, csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Azaz, együtt kell gondolkodni az egész közösségnek, ugye ő erről beszél, különben nem fognak tudni előre haladni. Ezért hangsúlyozza ki azt, hogy ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Értelemben ugye ugyanez a kifejezés, a szabály pedig kanon, nádszál, mérővessző, mérték, norma, vagy szabály. Ugye innen ered a szó kanonizált, vagy kanon, szabályszerű, rendszeres. Nem fog tudni működni az eklészia, vagy a gyülekezet, hogyha az emberek különböző dolgot gondolnak, különösen akkor, hogyha az alapvető dolgokban nem értenek egyet. Minél inkább fontos, vagy fundamentális, vagy alapvető egy-egy tanítás, vagy szabály, annál inkább egyet kell értenie mindenkinek, különben széthúzás lesz már az alapoktól. 18-asban ismét figyelmeztet, itt pedig arra, hogy mert sokan járnak, ugye másképpen arról beszél, kik felől sokszor mondtam nektek,
most pedig sírva is mondom, hogy a másiák karójának a keresztjének ellenségei. Azaz számtalan ember van a környezetükben, aki azt mondja, hogy azon az úton jár, de mégsem azt csinálja. Ők az ellenségei ennek. Nyilván nem a pogányokról beszél, hiszen a pogányokkal ezek nem foglalkoztak. A lényeg nem az volt, hogy egy teljesen világi ember tudják, hogy az másfelé jár, tudják, hogy az másképpen jár. Arról beszél, aki szintén ennek a közösségnek a részének vallja magát, illetve azt mondja, mint ma is, hogy ő hisz, hogy ezt az utat járja, azonban mégis másként jár. Ezekre figyelmeztet Saul. Az utolsó verszakban pedig ezt írja, ugye kiáváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. A végén mindenkinek be kell férnie a másiák alá, illetve abba a testbe, amit ő épít. Ez azt kívánja meg, amiről itt Saul beszél, hogy egyetértsenek az emberek ezekben a szabályokban, a kánonban, azokban a rendelkezésekben, az alapvető dolgokban, amik ehhez az úthoz hozzá tartoznak. Különben széthúzás lesz, viszály, és akkor nem lehet része a testnek. Úgyhogy ez nagyszerűen elindítja azt, amiről a későbbiekben szó lesz. Egy másik jó tanács, ez pedig magától a megváltótól, ez Máté-Mátyáhu 6-os 33-as vers, hanem keresétek először Elohimnek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Teljesen mindegy, hogy mi az, amire az embernek szüksége van, mi az, amire vágyik. Az első és legfontosabb dolga az, hogy keresse Elohim országát, az ő igazságát, járjon abban, hitben és szeretetben, és utána kell mindenkinek elkezdeni aggódni egyéb dolgok iránt. Egyrészt a saját szükséglete iránt, másrészt a többi ember iránt, akit mindet szeretne meggyőzni erre. A legfontosabb az, hogy mi rajta legyünk az úton, és megértsük az igazságot, és azt cselekedjük. A 32-es versben pedig leírja azt, hogy miért is nem kell aggódni más miatt. Azért, mert mindezeket a pogányok kérdezik, a hitetlenek, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ő majd tudja, hogy mi az, amire szükségük van. Ő majd tudja, hogy ki az, aki egyáltalán ebbe az egészbe beletartozik. Ki az, akit ő hívni akar az ő saját menyegzőjére, illetve az ő királyságába. Nekünk a mi feladatunk az, hogy erre koncentráljunk, erre az egy dologra, keressük az ő igazságát, és országát, a többit majd ő tudja. Ez a mi feladatunk. Egy másik dolog is van azonban, amiről elfeledkezünk, az pedig a Hukanon 15-ös fejezet 16-os versben olvashatjuk. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Azaz nem mi vagyunk azok, akik választottuk magunkat, vagy választunk másokat, hanem ez a folyamat az atyától ered, és ő az, aki elsősorban hívja magához az embereket. Ha valakit nem hív, akkor mi nem tudjuk sem őt, sem azt az embert hívni, vagy meggyőzni arról, hogy hívja. Ez a kifejezés választottatok egyébként eklegomai, kiválaszt magának, és egy összetett szó, ami a ból-ből, tól-ről közül által ból tevődik össze, ami ugye az ek vagy az ex, és a másik szó pedig lego, mond, beszél, szól, gondol, ért valamin, valamit, kijelent, kinyilatkoztat, parancsol, elrendel, nevez, hív valahogyan. Úgyhogy azokról beszél, akit ő ki gondol, vagy ki hívott, vagy ki parancsol, vagy ki nyilatkoztatott, ezek közül az emberek közül kell. Ezek azok, akikre gondolnunk kell, akiket ő kihívott, vagy kiválasztott. Szóval engednünk kell, hogy az atya intézi ezt a folyamatot, és akkor, hogyha ő kiválaszt valakit, hív valakit, és úgy gondolja, hogy nekünk azzal kapcsolatba kell kerülni, akkor kapcsolatba fogunk kerülni azzal az emberrel. Az nem biztos, sőt valószínű, hogy nem mindenki azok közül, akiket mi szeretnénk, hogy járják ezt az utat, ebben benne lesznek, de teljesen mindegy.
A mi feladatunk az, hogy meghalljuk az ő szavát és engedelmeskedjünk neki. Ez az, amiről ír János 10, 26-os verstől. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Ez azokra vonatkozik, arra a rengeteg emberre, aki mind-mind mondja, hogy ő hisz, neki ez az élete, ő neki ez a mindene, ő az írást imádja, ennek ellenére nem hajlandó ezen az úton járni, amit kijelölt a Mássiák. Ez egy életforma, egy életvezetési tanács, amik ide le vannak írva. Ezek azok, ami szerint nekünk élnünk kellene. Ha valaki hisz, de nem így jár, akkor az nem hisz igazán. Erről beszélt, mikor ezekhez az emberekhez szólt, hiszen ők látták mindezt, ennek ellenére nem értették meg, hogy ki ő. A hisztek kifejezés, ez a pisteó, ami azt jelenti, hogy megbízni valakiben, vagy rábízni valakire valamit, hinni valakiben, vagy eljutni a hitre, és ez a pisztész szóból ered, ami bizalom elsősorban, vagy meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték, hit vagy hűség. Szóval nincs meg a hit ezekben az emberekben azért, mert nem az ő juhai. Azok az emberek, akik nem értik meg ezt elsőre, másodjára, harmadjára, tizedjére, azok nem az ő juhai, ezért nem értik meg. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Innen ismerszik meg az, hogy ki az övé. Aki az övé, az megérti, annak nem kell magyarázni százezerszer, az érdekli ez az út. Az őszintén keresi, és amikor megtalálja, akkor változtat az életén. Ez az, ami megkülönbözteti az övéit azoktól, akik csak mondják, hogy az övé. 28. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek. Senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Azaz úgy ad nekik örök életet, hogy megmutatta az utat, az ember hisz benne, járja ezt az utat, és az eredménye örök élet. És senki nem tudja ezt megmásítani, hiszen ő az, aki adta neki, de az én atyám, aki adta nekem nagyobb mindeneknél. Az atya az, aki intézi ezt az egész folyamatot, hiszen ő ismeri az emberek szívét, és ez alapján dönti el, hogy ki az, aki hív, ki az, aki az ő juha. Tőle ered ez az egész folyamat. Mi nem tudjuk ezt megváltoztatni, bármennyire is szeretnénk. És mikor valaki ilyet találunk, azaz, akit senki sem ragadhat ki az atyámnak kezéből. Hiszen az atya eldöntötte, ő látja, megismerte, ezek az ő juhai, és ezeket hívja magához. Ezek hallgatnak, ezek járják az utat, ezek akarják tudni, és aztán engedelmesen, alázattal fogják követni. Máté 20, 16, így szó. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Azaz sokkal több ember megkapja a hívást, mint amennyi a végén eljut a célhoz. Nem biztos, hogy azért, mert nem választja őket, hiszen valami oknál fogva hívta őket, hanem az ember az, aki nem választja azt az utat, amit kellene ahhoz, hogy eljusson a célig. De a lényeg mindenképpen az, hogy sokkal több ember az, aki megkapja a hívást, aki megkapja ezt a kezdeti magot, aztán mégsem jut el oda. A hivatalos kifejezés az kletos, név szerint megnevezett, meghívott, szívesen látott vagy elhívott. A választott azonban eklektos, választott, kiválasztott, válogatott, értékes, kiváló, kitűnő. És az eklegomai kiválaszt szóból ered. Ekklesia, a gyülekezet vagy a kiválasztottak szintén ebből a szóból ered. Úgyhogy többen megkapják az információt és a hívást, mint ahányan a végén el fognak jutni oda. Legtöbben persze a saját szívük keménysége miatt nem jutnak el oda. Azonban mi nem tudjuk sem a hívást, sem a kiválasztás folyamatát befolyásol. Mi csak az információt tudjuk megadni. Akkor, hogyha az atya a Ruach HaKodes által erre mozdít minket. Nekünk nincs ebben döntő szerepünk. Mi csak egy eszköz vagyunk, hogy eljutassuk ezt az üzenetet ahhoz az emberhez. Meggyőzni nem fogjuk tudni. Teljesen mindegy, hogy mennyire próbálkozunk, mennyire szeretnénk. Lehet, hogy érdemes megnézni Máté 22-es fejezet a mennyegzőről szóló példázatot,
hiszen ez nagyszerűen bemutatja azt, amiről szó van. A második vers így kezdődik. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze. Ugye arról van szó, hogy a király az ő fiának egy mennyegzőt szervez, atya a fiúnak, és elküldi szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akarnak vala eljönni. Külde más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tókaim, hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden. Jertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmenének az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazák, és megölék őket. Akikről itt beszél, az elsősorban Izrael háza. Ők azok, akiket hívott a történelem során folyamatosan, mikor a prófétákat küldte hozzájuk, és próbálta őket a jó útra téríteni. Hívta őket újra és újra, de nem akartak eljönni, aztán pedig nem törődtek már vele, és csinálta mindegyik a saját dolgát, sőt, ugye tudjuk nagyon jól, hogy utána megölték a prófétákat, vagy különböző módon megkínozták őket, tehát nem figyeltek rá. Lehet úgy is értelmezni persze, hogy ez Jahúda vagy Júda királyságára vonatkozott, és ugye a másik 10 törzset hívja, azonban teljesen mindegy, a pogányok így is úgy is beletartoznak, és bejuthatnak. Szóval a lényeges az, hogy akiket hívott először nem foglalkoztak vele, ezért utána azt mondja, meghalván pedig ezt a király, megharagúvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszti, és azoknak városait fölégeti. Ugye ez az, amikor is Izrael folyamatosan hadban állt. Akkor mondta az ő szolgáinak a mennyegző, készen van, de a hivatalosok nem valának méltó. Hivatalos ugyanaz a szó, amit az imént használt a 20-as fejezetben Kaleo, elhív, meghív, magához hív, akár néven szólít. Azaz ezeket az embereket nem érdekelt. Ekkor azt mondja a király, menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjatok be a mennyegzőbe. Azaz hívjatok mindenféle embereket ide, be a mennyegzőbe, hogy megteljen ez a lakodalom. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mindet, akit csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. Megtelik a mennyegző vendégekkel. Úgyhogy megindul a folyamat, amikor hívja az embereket magához. Megtelik a mennyegző. Bemenvén a király, hogy megtekintse a vendégeket, lát ott egy embert, akiknek nem vala mennyegzői ruhája. És ezt mondja, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhá? Azt pedig hallgata. Akkor mondta a király szolgáknak, kötözzétek meg lábait, kezeit, vigyétek, vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Szóval rengeteg ember van, aki megkapja ezt a hívást az atyától, és úgy tűnik, hogy járja az utat, végigéli az egész életét, aztán majd akkor fogja megtudni, hogy még sincsen mennyegzői ruhája, mert nem pontosan követte az utasításokat, mert a szíve nem volt a helyén. Az atya megmutatja az utat mindenkinek, aki keresi azt. Mindenkinek, aki őszintén járni akarja, aki elfogadja az igazságot, aki hajlandó változtatni az életén, saját magán, a karakterén. Ő segíteni fogja és vezetni. Mindenki, aki nem jut el oda a végén, az magára kell, hogy vesse. Ez a helyzet ezzel az emberrel itt, és ez lesz a helyzet nagyon sok másikkal. Hívja az embereket a mennyegzőre. Azonban, akinek nincs ruhája, az a külső sötétségben fogja találni magát. 14-esben pedig így fejezi be, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Azaz rengeteg embert hív, hiszen megfelel az alapvető kritériumoknak. Azután azonban az rajtunk múlik, hogy járjuk ezt az utat, és ahogyan tanulunk, változtatunk magunkon, hogy a végén legyen rajtunk ez a mennyegzői ruha, és ott lehessünk ezen a lakodalmon, és elfogadjon minket. Fehér ruhával kapcsolatban jelenések könyve, Higelu 7-es fejezet, így kezdődik. És láték, nézzük meg, hogy mit tudunk kideríteni a fehér ruhával kapcsolatban, ez jelenések, Higelu 7-es fejezet, második vers, és láték más angyalt feljönni, vagy malákot feljönni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Elohimnek pecséte, és nagy szóval kiállta a négy angyalnak, akiknek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván,
Ne ácsadok se földnek, se tengernek, se fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi hatalmasságunk szolgáit az ő homlokukon. Azaz, még mindig zajlik ez a kiválasztási folyamat, és ezt a pecsétet megkapja az ember a homlokára, vagy megkapja ezt a pecsétet, vagy a fenevad bélyegét, erről már számtalanszor volt szó. Utána láthatjuk, hogy az megpecsételtek száma 144 ezer az Izrael fiainak minden nemzetségéből, és aztán látjuk a 9-es versben, amikor így ír, aztán látám, és ímé egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, ágazatból, népből, nyelvből, és a király szék előtt és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaága. És kiáltanak nagy szóval mondván, üdvösség a mi hatalmasságunké, aki a király székben ül, és a bárányé. Ugye itt felmerül az a kérdés, hogy kik azok, akik a fehér ruhába öltözöttek, és honnét jöttek? Ez a válasz. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezek azok az emberek, akik szolgálnak éjjel-nappal, annak, aki a király székben ül, ki kiterjeszti sátorát felettük, nem éheznek többé, nem szomjúhoznak többé, se nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. A bárány, aki a király széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket. Eltöröl Elohim az ő szemeikről minden könyv. Ez az, ahova mindenki igyekszik eljutni. Ez jelenti a fehér ruha, ez az, amit mindig a szemünk előtt kellene, hogy legyen. Ehhez azonban úgy tűnik, hogy szükségünk van arra a pecsétre, amit az élő Elohim Malákja az emberek homlokára tesz. Úgyhogy nézzük meg, mi ez a pecsét. Ehhez el kell mennünk Efézusiakhoz, első fejezethez, és Saul így ír a 3-as versben. Áldott legyen Elohim, és Adonai Jahusá Másiáknak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Másiákban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi kodes, hogy szentek, fedhetetlenek ő előtte a szeretet által. Szentek, ugye a görög szó hagios, vagy a héber szó kodes, és annyit tesz, hogy Elohimnek szentelt, Elohim tulajdona, vagy pedig valaki, aki tökéletes, hibátlan, tiszta Elohimhez méltó. Illetve fedhetetlen a momos, kifogástalan, fedhetetlen, támadhatatlan, hibátlan. Ez az, ami ennek lennie kell azoknak az embereknek, akik el szeretnének oda jutni. Akiket kiválasztott, azok ilyenek lesznek. Nézzük, hogy hogyan vezet el oda ez az út. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogadja Husá Másiák által az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyen megajándékozott minket ama szeretetben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, ugye ugyanaz a vér, amiről beszélt Jelenések könyve, hogy az ő vérében tisztára mossa, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. 8-as versben így folytatja, melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jó kedve szerint, melyet eleve rendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket másiákban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak, azaz egy világot szerkeszt a kettőből, és azok lesznek ott, akik úgy járnak, hogy érdemesek lesznek ebben. Erre. És azok, akik úgy járnak, és érdemesek lesznek, azok fogják megkapni ezt a pecsétet ebben az életben, és így lehetnek részei majd annak a testnek, amit ő összeszerkeszt. Ugye a másiákról beszél az, aki megmutatja az utat, és akiben egybeszerkeszt mindenkit. A jó kedve, a kedv ebben az esetben idókia, akarat, szándék, vágy, kívánság, amire utal az az, hogy az ő kedve szerint, az ő akarata szerint, ahogyan ő azt elrendelt. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén, annak elvégzése szerint,
aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, ez ugye a másiák. Hogyan legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a másiákban. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek jó hírét, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent szellemével, vagy a Ruach HaKodesh-sel. Azaz, a szent szellem az, ami megpecsételi az embert. Az angyal, akinek a kezében volt a pecsét, az a Ruach HaKodesh-sel pecsételi meg az embereket. Azok, akikben ez megvan, ők, akik eljutnak a végén. És ott lehetnek azok között, akiknek a ruhája fehér, akik ugye láthatjuk a másiák vérével, tisztára mosták magukat a bűneiktől. Efézusiak az 4-es fejezet 30-as versben szintén megismétli a Szent Szellemmel való pecsételést, és így ír, és meg ne szomorítsátok Elohimnek ama Ruach HaKodesh-ét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Láttuk, hogy melyik a teljes váltság napja, az ítélet napja, akiben ez a Ruach HaKodesh fog élni, az nyilván nem kerül az ítélet alá, hiszen az Elohim lelkét tartalmazza magában. Nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a Szent Szellemet vagy a Ruach HaKodesh-t megszerezni akkor, ha ez ilyen fontos. Jahukanon vagy János 14-es fejezet 12-től így ír, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, az cselekszi majd azokat a cselekedeteket, melyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Azaz, aki hisz, annak úgy kell élnie, ahogyan a másiák élt. Ez világos, mint a nap ebből a mondatból. 15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Kifejezés vigasztaló, parakletos, segítségül hívott, pártfogó, közbenjáró, védőügyvéd vagy vigasztaló. Ez a vigasztaló ugye a Ruach HaKodesh, az igazságnak ama lelkét vagy ruachja, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Azaz leírja, hogyan tudunk szert tenni erre a pecsétre, illetve erre a ruákra. Hinni kell ő benne, úgy élni, ahogy ő élt. Ezek után 13-asban így szól, és akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya fiúban, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ezután kérni kell, hogy segítsen minket ezen az úton, hiszen az ember egyedül nem képes eligazodni a világban, és gyenge, és hogyha őt szeretjük, valóban akkor megtartjuk az ő parancsolatait, ekkor ő majd kéri az atyát, hogy küldje el a vigasztalót hozzánk, és akkor megkaphatjuk azt, és az fog vezetni majd minket. Ez a folyamata ennek a bepecsételésre. Szóval a Ruach HaKodesh megmutatja az igazságot, és vezet minket ezen az úton. 21-ben így folytatja, aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Innen ismertetik meg az, hogy ki az övé. Az ő juha hallja az ő szavát, az úgy jár, ahogy ő járt, úgy cselekszik, úgy beszél, az ő parancsolataiban jár. Meglátjuk azt is, hogy ezek a parancsolatok honnan érkeznek. Először ugye még egyszer nyomatékosítja, hogyha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Akkor ezek szerint, amikor azt mondja, hogy megtartja az én parancsolataimat, az szeret engem, utána azt mondja, hogy ki szeret engem, megtartja a beszédemet, akkor a parancsolat kifejezés, entolé parancs, parancsolat, rendelet, utasítás, ami a megparancsol, elrendel szóból ered, és a beszéd, az ugyanaz kell, hogy legyen a logosz, szó, a beszéd, profécia, kijelentés, tanítás, állítás, közmondás, üzenet, parancs, írás vagy ige. Érthető? Aki szereti őt, az megtartja az ő parancsolatait, vagy az ő beszédét, de ez a beszéd nem az övé, hanem az atyái, aki őt küldte. Akkor
mi lehet az ő beszéde, ha tudjuk, hogy az atya igéje vagy az ő szava a Tanákban található, azaz a Tora, a proféták és az írások, az az instrukciói, amiről szó van. Aki úgy él, aki megtartja, az az övé. 26. Ama vigasztaló pedig, a Ruach HaKodesh, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Ezt fogja eszünkbe juttatni, ezért ez a pecsét az ember homlokán, hiszen a homlokán van az embernek, ez van a gondolkodásában, és így fog élni, ahogy ő élt, és akkor eljut oda, ahova szeretne, és akkor fogja tudni a ruháját fehérre mosni az ő vérében, hiszen ez van állandóan az ember fejében. Így működik. Ezek azok az emberek, akiket ő hív, és akik kiválasztottak lesznek a végén. Nézzünk egy példát erre, hogy hogyan kapható meg a Szent Szellem a gyakorlatban. Apostolok cselekedetei második fejezet 37-es így szól. Pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Kefának, Péternek és a többi apostoloknak. Mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Ugye miután kiderült, hogy ők a másiákot ölték meg, akit vártak évszázadokon át. Kefa pedig mondta nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyáján Jehusá másiáknak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Azaz térjetek meg, Matanoeo, megváltoztatni a szándékát, meggondolni magát, megbánni. Azaz változzatok meg, a szíve változzon meg az ember, ismerje el, hogy bűnös, és változtasson az útján, és térjen át egy másik útra. Ez az, amire szükség van. Utána ugye merítkezzetek be a Jehusá másiák nevére, azaz fizikálisan halljon meg, és utána megkapja a bűnöknek a bocsánatát. A bűn az ugye hamartia, hiba, vétek vagy bűn, és a hamartano szóból ered, mely elvét, eltéveszt, elhibázt jelent. Aki eltéveszti a célpontot, így nem részesül díjazásban. Ez az, aki bűnt követel. Eltéveszti a célt. A cél az a Tora, amit meghatároz a Tanák, az úgynevezett Ószövetség, ezt ő eltéveszti. Szóval a bűn az hiba, vétek vagy bűn, illetve elvét, eltéveszt, elhibáz. Ha megnézzük, hogy mit jelent a Tora maga, ami oktatás, tanítás jelent, útmutatást, képzést, utasítást, instrukciót, akkor megláthatjuk azt, hogy a Tora az egy ta, vav, res és hej karakterekből álló szó. A ta az egy célt jelent, egy jelet, ami hozzá csatolja a vezető kinyilatkoztatását valamihez. Azaz a Tora maga a jel, ami a vezető kinyilatkoztatását rögzíti. Ez az a jel, amit a bűn eltéveszt. Hogyha az ember nem találja el, akkor a Torát nem találja el, hiszen ez az a jel, amit el kellene találnia az embernek. És ez benne van magában a szóban, hogyha visszamegyünk és megnézzük a piktografikus elemeket. Szóval a módszer viszonylag egyszerű így leírva, és itt van ebben az egy versben minden lépése. Térj meg, azaz változtasd meg az utadat, de legfőképp a gondolkodásodat. Ezután merítkezz be Jehusá másiák nevére fizikálisan. Ekkor bűnbocsánatot nyersz mindazokért a tévedéseidért, melyeket elkövettél, és végül a Ruach HaKodesh ajándékát megkapod, és innentől kezdve ez fog vezetni téged az utadon, ez lesz az a pecsét a homlokodon, így fogsz tudni eljutni. Így mossa meg az ember magát a bárány vérében, és így tud majd a végén ott lenni, abban a megszámláltatlan sokaságban. És most egy éles kanyarral térünk vissza arra, amit elkezdtünk az elején, mégpedig azt, hogy kik is a valójában a testvéreik. Ámos 3. fejezet 3-as vers egyértelművé teszi azt, hogy nem mindenki az, akivel nekünk együtt kell járnunk. 3-as fejezet így szól, vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Természetesen nem. Hogyha valaki ezt az utat szeretné járni, olyan embereket kell gyűjteni a maga mellé, akik hasonlóképpen gondolkoznak, mint ő, és legfőképpen mindenki nyitott arra, hogy esetleg rosszul tudja a dolgokat, rossz úton jár, és hajlandó változtatni. De
különböző nézetű embereket összegyűjteni csak azért, mert mindenki ugyanazt a nevet, könyvet, történeteket használja, az egy rossz ötlet, hiszen a legnagyobb probléma az, hogy látjuk, hogy nekünk a Tora szerint kellene élnünk természetesen a másiába vetett hit által és szeretettel, de ez nem változtat a lényeg, hogy meg kell ismernünk Elohim szavát, ami a Tora, és azt szerint kell élnünk. Mindenki más, aki kompromisszumokat köt ezzel, tulajdonképpen elfele visz minket attól a végeredménytől, amit el szeretnénk érni, amit itt láttunk az imént. Úgyhogy meg kell fontolni azt, hogy ki az, aki valójában a mi testvérünk, és ki az, akit mi szeretnénk, hogy az legyen. Hogyan kell járnunk? Egy Jehukanon, második fejezetben megtudjuk. Hatos vers, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amelyek előttetek volt a kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, melyet hallottatok a kezdettől fogva. Hogy lehetne még logosz, ugyanaz a logosz, amiről beszélt Jehukanon 14-es fejezetben, mikor azt mondta, hogy tartsd meg a beszédemet, és ez a beszéd nem az enyém, hanem az atyától jön. Ugyanaz a kifejezés van itt, logosz, beszéd, szó, parancs, vagy parancsolat. Írásmű, ige. Szóval ez az út, kijelölte az utat, úgy kell élnünk, ahogyan ő élt. Egyébként sokkal részletesebben leírja, ugye itt ebben a levélben, elmondja, hogy ő az engesztelő áldozat a mi vétkeinket, ugyanúgy, ahogy láthattuk apostolok cselekedetek második fejezetében, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Arról tudjuk, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, ismerem őt, és a parancsolatait nem tartja, meg hazug az, és nincs meg abban az igazság. Tudjuk, hogy az ő parancsolatai az atyától jöttek, hiszen elmondta ott, elmondja itt, elmondja folyamatosan, hogy ez a régi parancsolat számunkra megvan, hogy milyen úton kellene járnunk. Az, amikor Ámos azt mondja, hogy akkor járjon együtt kettő, ha megegyeznek, erre utal. Ha valaki nem így akar járni, azzal nekünk nem érdemes komolyan foglalkoznunk, vagy egy úton járnunk, hiszen nekik mindegy, hogy járják azt az utat, amit akarnak. A keskeny út az ez. Mindenki másnak teljesen mindegy igazából, hogy melyik úton halad, hogyha nem e szerint él. Nem azt mondom, hogy mondjuk le emberekről, vagy ítéljük meg őket, vagy nézzük le őket. Arról van szó, hogyha nem nyitottak erre, akkor vesztegetjük az időnket, sőt, idővel el fogunk térni erről az útról. Mert kisebb az esély, hogy ők rátérnek majd erre az útra, mint az, hogy az ember idővel szépen csak enged, és azt mondja, hogy jó, akkor ez se pont. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!